Gyerekek, Zeni Kombatindó megjelent a 2023-as 24-es szezonú új FIFA 365 kártyák. Gyerekek, nagyon jól néznek ki. Én el szoktam rakni a csomagjait, mert hiszen jól néz ki. Szóval majd fogunk költözni, majd jövőre. És akkor oda ki szeretném csinálni egy ilyen kis stúdiószerűségűt. És oda kirakom őket, azért rakom el őket, szóval itt van rajta Edicton Martinez, meg egy River Plate-es, de ezt szépen bontom fel. Ez meg egy Pogba, Salah, Gündogan, ezt is szépen bontom fel. De ez ugyanaz, szóval ez már rosszabbul. Na nézzük az első kártyákat, csak nagyon izgulok. Nézzük, hogy mit csinál az új FIFA 365. Osztoh! Egy fan favorite, ez nagyon jól néz ki, gyerekek. Magical Rafael Leo, gyerekek. Azta, egy Atletico Madrid teammate. Ó, de tetszik. Azta, de tetszik. Azta, nagyon jó. Úristen. Egy McAllister Liverpoolból, egy Marseille és egy Palmeiras. Oké, gyerekek, ezt már szépen bontom fel, szóval nem sok ideig, szépen rakom őket, hogy szépen rakosgatom őket. Oké, addig ilyen szépen bontom fel. Na. Szépen bontottam fel, szóval jöhet, nézzük. Ez egy De Jong. Ez egy Frankfurt is benne van. Ez Eriksen, ugye? Eriksen vagy ez. Milyen jó a logó, gyerekek! Osztó! És egy Fans és egy Titan. Cs, ez nagyon jó, Marquinhos Titan, illetve egy Fans. David Klánszám. Oké. Okay. Ezt is szépen bontjuk fel. Hoppá. Oké. Okay. Tényleg szépen akarom. Semmi baj a csomagolásra. Hoppá. Oké. Okay. Így kiveszem egy szint, és így pont, hogy éppen jól. Na, ez egy Mike Manyang. Már ez, hát már nem játszik ott, de semmi gond. Egy Kevin Bacy. Itt van egy Henry Elliot. Itt van egy Fans Favorite. És itt van egy Roddy Gondolimator. Hát ezek a petkek nagyon jók, nagyon tetszenek, nagyon bejönnek. Mert nekem egy rész nem tetszik benne, hogy mind ilyen sötét, ilyen sötétek, értitek? Szóval ez is full ilyen sötét, értitek mire mondom, ez is ilyen hiába csillogós, ilyen fura kicsit ez a széria, meg hogy ilyen közelről, meg hogy semmilyen jobb háttér, semmilyen nézettséges háttér, vagy valami. Szóval ilyen fura nekem egy kicsit, ez is, meg hát jó, hogy a csillogás is egy kicsit. Jó, ki a Titanbe, meg a Donimator, a Club Page-ükbe, meg ilyenek, de hát én ezekre a kártyákra most egy 10/7-et, 6,5 hetet adnék, gyűjteni ugyanúgy fogom, ez meg milyen kártya ez? Homegrown. Ja, szóval kicsit furé. De hát egy 10/6,5. Kb. Valahogy így adom nekik. A csomagolás az nekem nagyon tetszik. Meg a csomagolás az, mondom, tényleg nagyon tetszenek nekem. A játékosok is, akik rajta vannak. Ugye, szóval én erre most mind a három jó lett. Szóval ezeket elrakom. És hát gyerekek, a következő videóban bontani fogom még ilyet, még a Premier League széria nem telt be rendesen, de még majd lesz még rendes 100%-os album update a csatornán,
illetve lesz ebből is sok videó lesz ebből is, meg a többi albumot is bemutatom, beleértve a Top Class-t, a ugyanilyen FIFA 365-öt, csak a egyen régebbi szériát, a 22-23-asat, és ugye azt is megnézzük, majd egy következő videóban lehet, még azt már is felveszem, és rakok ki még régi videókat, amit elfelejtettem felrakni. Bocsássatok meg, több napos, több hetesek, és elfelejtettem őket felrakni, de jönnek ki a új videók, szóval lehet, hogy már felraktam őket. Mert értek, hogy azért mondom most, hogy lehet felraktam őket, mert először felrakom azokat, és akkor utoljára a videóm, amit most veszek, és akkor azért mondom, hogy felraktam őket, de közben amúgy nem, csak ezzel együtt már, amikor kész van ez a videó, tehát mindjárt lecsinálom, és vége, azelőtt lehet felrakom őket. És akkor úgy mondom. Na gyerekek, a hátlap az eddig a legjobb, de mondom, nem annyira vagyok értük oda, de ugyanúgy fogom gyűjteni, és ugyanúgy fogok albumot is hozzájuk venni, ugyanúgy fogok, szóval sziasztok!